én úgy gondolom, hogy a meccs első féljeiben és a második féljeiben is az ellenfél fölé tudtunk nőni. Csak sajnos az első fél időben még nem sikerült gólt rúgnunk, voltak helyzeteink, de sajnos kimaradtak. A második fél időben pedig még jobban nyomtunk, és hál' Istennek az utolsó 10 percben meg is lett a gyümölcse. Kinek lehet ajánlani ezt a győzelmet? Hát anya nekem reggel mondta, hogy anyák napi gólt jó lenne rúgni, és nagyon örülök neki, hogy hál' Isten sikerült. Mindig jó kapott gól nélkül lehozni a meccset, főleg győztes meccs. Tatabánya ellen ott volt alattunk, így kicsit el tudtuk tőlük is szakadni a Pápától, mert tegnap kikaptak, úgyhogy ez most duplán jó volt ez a győzelem. Ezzel a hatodik helyen meg lehet elégedni, mondjuk az előzmények a szezon eddigi részét figyelembe véve, vagy megjött az étvágy, és van esetleg még út fölfelé, hogy látod? Megjött az étvágy, mert azért győzelmi sorozatban vagyunk most, szerencsére az Eto is kikapott tegnap, úgyhogy nézegethetünk, kacsingathatunk fölfele. Te esetleg szeretnéd felajánlani valakinek a győzelmet? Hát természetesen édesanyámnak, meg a barátnőm édesapja hajnalban infarktus kapott, úgyhogy reggel arra keltem, és az volt egy kicsit bennem, úgyhogy szeretném neki is ajánlani meg az ő gyógyulásáért.